Mint egy az autósportot népszerűsítendő, a Simba Motor Kupa rajtja előtti napon a résztvevők közül néhányan a parádi iskola előtt találkoztak az érdeklődőkkel, és legfőképp a gyerekekkel, akik szemlátomást érdeklődést mutattak a kiállított autók iránt. Bekukkanthattak a motortérbe, sőt ki is próbálhatták, milyen ülés esik a baloldalon. Másnap aztán kora reggel felbőgtek a motorok, megzavarva, máskor ilyen tájban még csendes mátrai kis falucska Parácsasvár csendjét, hogy a tréningekkel kezdetét vegye a bajnokság 7. és 8. futama. A mezőny legutóbb Kiskolacházán versenyzett, ahol volt, aki szerencsével járt, mint például Herter Gusztáv, másoknak, mint például Kavec Istvánnak, rossz emlékei vannak a reptéri körözésről. Mire készülsz a kiskolacházi ragyogó teljesítmény után? Egy ragyogó teljesítményre és győzelemre készül a csapat, majd meglátjuk, hogy sikerül-e parádon is. Milyen ide az autót, mennyire sikerült már beállítani néhány kilométer után? Hát még sajnos az első felfutáson a turbo lenyomta az egyik csövet, így aztán különösebben nem tudtunk tesztelni, de majd most meglátjuk, hogy milyen lesz. Én úgy érzem, hogy jó lesz. Egyelőre az autóval ismerkedek, tehát ezzel az autóval még parádon nem mentem. Itt ugye a nagy autónak a pécsi balesete után sajnos még nem készült el, úgyhogy itt a B autóval vagyok, tehát kényszerültem megint a rajthozállásra. Egy nagyon jó indulatú, nagyon autózható versenyautó, de ugye a maga korlátaival, tehát lóerő, teljesítmény, futómű, minden egy kicsit gyengébb, egy kicsit, és így elég nagy különbség jön ki az én a nagy autómhoz képest. Mire számítasz, Miklós? Csodálatos az idő, meleg a beton, minden körülmény ennek az autónak áll, úgyhogy csak rajtam a sor. Ez helyezésben hogy nyilvánulhat meg? Hát most elsőre abszolút harmadikat sikerült fölmennem, de szerintem van még benne jócskán. Mert azért figyelembe kell venni, vannak itt 7-800 erős autók, úgyhogy majd meglátjuk. Sokkal jobban szeretném zárni a mostani hétvégét, mint Kiskunatszázát, mert valóban ott rettentő elkeseredett hangulatba zártam azt a versenyt. Remélem, hogy az autó most tökéletes lesz, és én is tudok koncentrálni, és jó eredményt tudunk elérni ketten, a Seat meg én. Mentél már vele, milyennek érzed? Egyet mentem most az első időmérő edzésen, a szószoros értelemben szinte csak fölgurultam. A második edzés majd talán jobban megmutatja, hogy a féktávok hogyan sikerülnek, esetleg mennyire tudok gyorsabban menni. Szeretnék sokat gyorsulni még. A technikai kudarcok nem veszik el a kedved? Valamikor igen, valamikor nem, most jelen pillanatban nem. Úgy érzem, hogy haladok az autóval a beállítások fele, de majd a versenyfutamon meglátjuk, hogy milyen időt tudok produkálni. A legutóbb sem jött össze. Mikorra fog összeállni az autód egy igazi ütőképes BMW-vé? Szerintem idén már nem. Ez 1000%, a másik autó nem készül, és ebből az autóval végre nem csak a motor hiányzik, és a váltó. A váltó úgy volt, hogy elkészül erre a versenyre, és sajnos nem készült el. A hegyi versenyek szabályi szerint két felfutás összesítése adja a végeredményt, ám ezúttal egy versenyfutam döntött a helyezések sorsáról. A csúszás miatt döntött úgy a felügyelő testület, hogy nem rendezik meg a második menetet. A kis túraautók kategóriájában, a ralliban is otthonosan mozgó Németh Péter és Citroen Saxoja az első felfutás után jelezte, ha lenne is még egy kör, akkor sem valószínű, hogy elvehetné tőle bárki is az első helyet. Kincses István és múzeális darabnak számító Mazda RX 7-ese állt legközelebb a pécsi versenyzőhöz, de ezt is több mint 2 másodpercben mérték. Burkhardt Károly 1,5 másodperc lemaradással követte Kincsest a harmadik helyen, és az idén bemutatott A-csoportos Ford Pumával Vinocai Attila zárta a Simba Motor Kupa első napját a 4. helyen. A nagy túra autók között az idén először rajthozálló Posgai Zsolt elbeszélgette az időt, ezért csak egy edzésfutamot teljesített, az sem az első helyen. A verseny azonban már minden várakozását felülmúlta, a korábban a rallycross pályákon futott Mitsubishivel, hisz 67%-dal megnyerte a versenyt. Azelőtt a Pólya Miklós előtt, aki úgy vélte, mindent ki tudott autózni a BMW-ből, köszönhetően annak, hogy a csapat ragyogó futóművet varázsolt a kocsi alá. Fia Ádám okozta az egyik meglepetést ezen a napon, mivel a szerényebb képességű BMW-vel sikerült bejönnie a 3. helyre. Zengő Zoltán szerezte meg a 4. helyezést azzal a Seat Leon Cuprával, amelynek erősebb, dinamikusabb lett a motorja az előző versenyekhez képest. Szelecki Tamás a két edzésfutamon még a leggyorsabbnak bizonyult, ám a versenyen hibázott, és egy Zengő mögött 1/100 másodperccel lemaradva ért célba az 5. helyen.
ezzel együtt megnyerte az A csoportot, megelőzve Kavec Istvánt. Kavec az idén nem a szerencse kegyeltje, ám úgy tűnik a PEC széria a mátrai pályán véget ért. Az A csoportban Kis Elemér végzett a harmadik helyen, aki mindössze 1/10 másodpercet vert Pintér Lászlóra és a ralliban is felfelbukkanó Lancerre. Hernádi 3 év után döntött úgy, elindul a mátrai versenyen, és ez a nap legfőképp a pálya megismerésével telt. Herter csalódást okozott önmagának azzal, hogy a H csoportban csak 5. lett, legfőképp a motor és a futómű beállítási gondok miatt. Nem számítottam rá egyáltalán, mert régen versenyeztem, tavaly indult a motorjára, a hobbi szinten járok most már csak versenyezni, így jött össze, örülök. Elég jó hobbi, hogyha jössz és nyersz. Hát szerencse dolga, és ezt keveset tudtam tréningezni, az első időmérő futam, amikor ment felfelé, elbeszélgettük az időt, úgyhogy csak egyet mentem fel, tehát elég jól sikerült az idő, hát szerencsésebben jön ki holnap, akkor még talán kicsit rá lehet dolgozni az időre, de technikai sport, úgyhogy minden lehetséges ebben. Most emlékszem rá, hogy tavaly is egy kicsit ez a parádi verseny elhúzódott, hát most egy kicsit jobban elhúzódott. Maga a felfutás az nekem nagyon élvezetes volt, és azt mondom, hogy lehet, hogy még van az autóban valamennyi, de most minden pillanatát élveztem a versenynek. Ez lényegesen több, mint amit reméltél. Igen, elégedett vagyok abszolút ebből a helyezéssel. Ugye az, hogy az abszolúton is dobogón tudtam végezni, ez egy nagyon szép eredmény ebben az autóval. Az, hogy a kategóriában ugye második helyen sikerült egy majdnem kétszerűen erős autó után egy-két másodpercet kapva, tehát így sikerült szerepelni, ezt is egy nagy eredménynek tartom. Mindemellett egy jó érzőt autóztam. Azt gondolom, hogy lehetne még bőven javítani egy másfél, akár két másodpercet is. Hol van a hiba? Bennem van, szépen lassan kell hozzánőnöm ez az autó, hiszen most erősebb lett, az autó tökéletesen be van állítva. Még nem hiszem el azokat a határokat, amiket ez az autó tud. Nem merem olyan tempóval beengedni a kanyarokba, esetleg a pálya alsó szakaszán a gumi tapadást még nem érte el. Azt a hőmérsékletet a gumi esetleg maximálisan tudunk tapadni, ezért félénk vagyok, és azt gondolom, hogy ez a két másodperces hátrány. Én azt gondolom, hogy ezek a rally autók, ezek a könnyű, erre a kimondottan erre a pályára épített hegyi autókat talán nem versenyképesek. A közelükbe lehetünk, de azt hiszem, hogy versenyre talán nem kellhetünk, hogy ügyesen mennek vele, és végülis ügyesen mennek vele. Azt hiszem, hogy a rallisoknak talán miben több kilométert megyünk. Hogy azt gondolom, hogy ezek a szélsőséges körülmények ezt jobban illeszkednek hozzánk, és azt gondolom, hogy igenis jobb időt tudunk menni, mint ők, és hát ezt vártuk meg egész nap, hogy essen az eső, esett is, de nem engedték el a futamot. Különböző okokra hivatkozva, hát holnap megint várjuk az esőt, és remélem, hogy akkor el tudunk húzni a mezőnytől egy picit. Ezen a pályán tudsz még holnap javítani, vagy pedig ez a maximum, közel maximum, ami ma kijött? Hát a ma biztos, hogy ez volt a maximum. Egy nagyon-nagyon pici biztos, hogy van még benne. Az időjárástól függ, hogy esetleg a tréningen jobb időt fog menni, mert reggelkor hát még sokkal hidegebb lesz, mint mondjuk délbe vagy délután 2-kor a versenyfutamon, és azért jobb időt lehet menni a páratartalom miatt, meglátjuk. Mennyi mindent szúrtál el? Sok mindent elszúrtam, meg alapvetően már a felkészülést elszúrtuk, mert valahogy nem teljesen jó most az autó erre a pályára. Ez a futómű beállítást jelenti? Meg a motort, ezt a kettőt együtt, és ebből jön ki ez a csúpos eredmény. Tudsz még javítani, a szerelők ígérnek valamit? Hát most éppen konzíliumot tartunk, hogy mit tudunk holnapra változtatni. A Silva Motor Kupa másnap a megszokott mederben zajlott, vagyis a két edzést két éles felfutás követte, és így alakult ki a végső sorrend. A kis túrautók mezőnyében változás történt az élen, mivel Kincses megnyerte a bajnokság 8. futamát, és ráadásul úgy, hogy Németh csak 3. lett. Kettőjük közé érkezett meg Burkhardt és Volkswagen Golfja, aki 5 másodperc hátránnyal szerezte meg a 2. helyet. Németh este autót cserélt, ezúttal a Skoda Feliciával indult, és a kategóriában úgy végzett az első helyen, hogy az első felfutás után még Vinocai vezetett, nem is kevéssel, de másodjára a Forddal mindjárt az első kanyarban megpördült, és így csak 2. lett. A HF csoportban Belkovics László fejezte be a 3. helyen a Simba Motor Kupát, míg az N csoportban Gáspár duplázott méghozzá úgy, hogy az utolsó futamban a pálya javarészét az elromlott váltóval nagyrészt 4. fokozatban tette meg. Könnyűnek semmiképp nem mondható, bár
végeredményben a tegnapi versenyt, amilyen fölénye megnyertem, annak is mondhatnám, meg most is az első körben 10-valahány másodperccel vezettem a kategóriát, de egész hétvége a váltó problémáról szólt, gyakorlatilag két váltó ment tönkre, és egyetlen egy felfutásom volt, ami nem volt váltóval probléma, az első versenyfutás pont szerencsére. Úgyhogy az eredmény megvan, két győzelem, de nagyon sokat szenvedtem vele. És gondolom a szerelőid is elég sokat szenvedtek. Hát szerintem többet dolgoztak a hétvégén, mint én, úgyhogy nekik nagyon sok köszönet jár. Talán az RX8-assal jobban élvezem, mert élvezett vele menni, komolyan mondom. Úgy érzem, hogy gyorsan megyek, és nagyon minden úgy megy vele, ahogy szeretném. Az öreggel, a hetessel, meg küzdenem kell, mert ideges az autó, megcsúszik az eleje, megcsúszik a hátulja, sokat kell vele gépészkedni. Ezzel meg minden olyan finoman megy pontosan, hogy azért abban élvezetesebb versenyezni. Hát tegnap a cél előtt egy olyan 200-250 méter a szakszóváltó úgy mondta, azt mondta, hogy vége. És így kénytelen volt épp, hogy lendületbe bejönni szegény a célba. Hát ha jött volna egy veréb a szélvédőre, akkor biztos ott megáll a célvonalon. De hát ez sikerült, úgyhogy a tartalékautónkat mozgósítottuk az éjszaka. Hát reggel fél hétkor még murva futam volt az autó alatt, úgyhogy a szervis csapatnak köszönöm, hogy ebből egy úgynevezett aszfalt autót tudtak csinálni. Élvezetes volt ez a küzdelem szeleppel? Élvezetes volt, csak a végére ez a hiba nem igazán kellett volna. Az autó is már egyre jobb volt. Ennyi, hibáztam, és ez azt hiszem megbüntetett az idő. Elég sokkal vezettél, nem kellett sietned? A szerepem kívül én próbáltam a többiekhez is felzárkózni. Én éreztem, hogy lett volna ebben még több másodperc mínusz. Hát sajnos az első kanyart elrontottam, megforogtam, és ez lett a vége. Első alkalommal írták ki a Lada kupát, amelyen közel tucatnyi, legfőképp VFTS-el versenyző pilóta indult. Az már az edzések során kiderült, hogy Hodula Mihály és Fenyvesi Gábor közt dőlhet el az elsőség kérdése. És így is lett. Az első nap Hodula nyert 16 századdal, másnap pedig Fenyvesi bizonyult jobbnak 1 másodperccel. Mindkét nap Magda Róbert végzett a harmadik helyen. Ebben a mezőnyben indult a rally és a túraversenyek elmaradhatatlan résztvevője, Fehér István is, aki egy 9. és egy 5. helyet szerzett. Hogyan próbáltál itt autózni, hisz itt minden egyes csúsztatás az időróvására megy? Igen, ez így van, abszolút próbáltunk csúszásmentesen autózni. Ez sajnos nem mindig sikerült, mert az autónkkal a Veszprém Rally óta semmit nem csináltunk, annyi volt, hogy lemostuk és rátettünk 4 aszfaltkereket. Ezzel jöttünk el, úgyhogy eléggé megvan emelve az autónk. Billegős, két keréken megyünk, de hát ez nem mentségemre, mondom ezt a dolgot. Nagyon jó volt így a nézőknek, szerintem nagyon tetszett, hogy minden kanyarban szinte két keréken áll az autó. Az elmúlt 10-15 évben volt olyan, hogy hagytál ki parádi versenyt? Hát így visszaemlékezve nem hiszem. Tehát majdnem mindig itt voltam. Lehet, hogy volt egy vagy kettő, hogy kihagytam, de nem. És nagyon jó pálya, tehát tehát elég hosszú. Tehát az a jó benne, hogy hosszú, nem úgy, mint a pécsi pálya, ami túl rövid. A nagy túraútoknál másodszor is Posgai állhatott fel a dobogó legtetejére. A második körben megcsúszott egy olajfolton, minek következtében az autó nyomott hagyott a korláton is, de még így is megőrizte az első helyet. Polya Miklós teljesítményét leginkább az egyenletes szóval lehetne illetni, hiszen a Silva Motor kupán 2 második helyet szerzett. Szelecki ezúttal átadta az edzés elsőséget Pólyának, viszont ezúttal 2 helyet tudott javítani, és így a Ford Escort VRC-vel a 3. helyen ért célba. A 2 felfutás alapján Pólya Ádám 3 másodperccel maradt el Szelecki mögött, és ezzel a 4. helyet szerezte meg, és ahogy Pólya, úgy Zengő is hátrébb csúszott ezen a napon 1 helyezést. Zengő nem az autóban, önmagában kereste a hibát, szerinte a füllet meleg rossz hatással volt rá. Herter tisztában volt azzal, hogy a szerelők egy éjszaka alatt nem tudnak csodát tenni a Mitsubishivel, vagyis beérte a 6. helyjel. Az előző felfutáson elég jó időt sikerült feljönni, de volt egy olajkifolyás, ezt végighúztam azt a lakorláton a kocsi oldalát egy kicsit. Úgy is sikerült menni egy abszolút időt 2 másodperccel. Jöttem föl, mint a Pólya Miki, nagyon jól nyomja a BMW-vel mai napon. Ha már dobogóra felfér az ember, szerintem az is öröm egy ilyen tudású mezőnyben, ami itt van, meg hát egy évben egyszer megyek, ők meg folyamatosan, rendszeresen mennek saját autóval, bérelt kocsi, kicsit jobban kell kimérni, meg vigyázni rá.
A mai napon sokkal tompább voltam, melegebb volt, fülettebb volt az idő, nem igazán tudtam felpörögni. Nem igazán tudtam úgy figyelni, tehát ez a fület meleg, meg a várakozás rettentően rányomta a bélyegét a versenyzésemre. Természetesen hibáztam is, és nem igazán tudtunk összhangba lenni az autóval. Az előző futamban a két nap legrosszabb idő eredményét sikerült a versenyfutamon megautóznom. Rettentő elkeseredett voltam, a mostani viszont tök jól sikerült, mert felszívtam magam, és azt gondoltam, hogy meg kell mutatni, hogy azért tényleg gyorsak is tudunk lenni. Az A csoportban Szelecki mögött a második helyen zárta a versenyt Pintér és Evo6-os Lancere. A csoportban három BMW M3-as követte egymást. Köztük Kavec volt a leggyorsabb, majd Hernádi következett 38 századnyi hátránnyal. A rallira is kacsingató kis elemér pedig a csoportban ötödik lett. A hazai pálya előnyét élvező Butyka György kategóriájában olyan Miklós mögött második lett. Nagyon jót mentél? Nagyon jót mentem. Jobbat mentem, mint tegnap az új gumival. 2:49.34, de így is csak a harmadik hely sikerült. Ritkán fordult elő az idén a hasonló teljesítmény, vagy legalábbis az, hogy jól érezted magad? Talán idén ez az első olyan verseny, ahol majdnem minden klappolt az autóval is, nagyon sok műszaki gondom volt idén. És ez a hétvége ez olyan volt, amit én nagyon szeretek, ez egy gyors pálya, nagyon jó volt, ki is jött minden végeredménybe, ennyit tudtam, ennyit tudott az autó. Tanulásnak jó volt ez a hétvége? Mindenképpen, gumi és futómviállítás szempontjából nem voltunk itt, tehát úgy gondolom, hogy gyümölcsöző volt. Mennyit próbáltál elvállalni ennek tükrében a pályán? Hát a tegnapi időeremények kicsit rosszabbak voltak, és mégis jó volt a kategória harmadik helyére. Most kicsit gyorsabbak lettek, de úgy látszik, hogy a többiek többet javultak, úgyhogy most hátrább végeztem. Magamhoz képest szerettem volna kicsit jobbat, időben jobbat. Második helyre sikerült bejutnunk a mai napon is. Én örülök végül is, mert egy elég nehéz versenyt zártunk. Nem volt minden túl könnyű. Nekem egy kicsikét, mint kiderült, az egyik kéztőcsontom az el van. Valahogy nem van a helyéből, de eléggé fájt. Nem ez volt, egy picit az időben szerettem volna javulni, nem túlzottan tudtam az egyéni csúcsolat megjavítani. Igyekeztem, amennyire bírtam, látszik rajtam is talán még most. Örülök ennek a második helynek. Faltusz még az első nap telibe találta a korlátot, a folytatás már hiba nélküli volt a Peugeot-val, amely a kategória első helyet jelentette. Csavoda ezen a versenyen próbálta ki Oroszlánék Mitsubishi-jét, amivel a következő rally futamokon indul majd. Utolsó kanyart nagyon elrontottam, elvállaltam a legvégét, mert addig egy hibátlan felfutás volt, én azt hiszem, és a végén ott még eltoltam, ahol nem kellett volna, és az Istenek nem állt meg már a kocsi. De szerencsére nem sok kár lett az autóban. Hát én azt hiszem, hogy olyan jóval 100 fölött vágottam a korlátnak a gumik közé, de jól megfogtak a gumik, tehát tényleg azt hittem, hogy nincs elej az autónak, ahhoz képest minimális a kár. Gondolom legfőképp teszteled az autót, milyen elsőre? Nagyon furcsa a hajtása nekem. Most ülök ebben az autóban másodszor tulajdonképpen egy közúti menést tudtam vele abszolválni pénteki nap. Tesztelgettük a beállításokat, guminyomásokat, hát hála Istennek nagyon jól sikerült a teszt. Úgyhogy hát ugye a csapat a régi, ugye Oroszlán Laciék, ugye tavaly is náluk fejeztük be az évet. És úgy néz ki, hogy itt is fogjuk folytatni. A Formula utók az elmúlt két évben biztonsági okok miatt nem indulhattak a palácsosvári pályán. Az idén visszatértek a Mátrába. Ahhoz nem kellett különösebb jós tehetség, hogy az izraeli magyar pilota Hanok Nissani győzelmére tippeljünk. A közelmúltban a Jordannél járt és Formula 1-es reményeket tápláló versenyző mindkét nap fölényesen nyert. Balatin Zoltán és Opel Lotusa hasonlóképpen szerepelt, két ezüstérmet vehetett át a díjkioszton. Az első nap a Formula Renault-val versenyző Pödör Balázs lett a harmadik, másnap a mezőny egyetlen hölgy tagja, a hasonló kaliberű autóval induló Steiner Bianca megelőzte őt. Nagyon jól sikerült számomra mindkét nap. Először vagyok itt, de mondhatom, ez a környezet és a szervezés Európában az egyik legjobb, legalábbis az én tapasztalataim alapján. A pálya nagyon gyors, ennek megfelelően nagyon precízen kell vezetni. Azt hiszem, ha szükséges, még tudtam volna egy kicsit faragni az időeredményből, de fölöslegesen nem akartam kockáztatni.
Rally világbajnok, Pirelli. Mit ér az erő, ha nem uralod? Most igazán jó járva a Suzuki sóst választja. Új autók, használt autók, szervíz, műszaki vizsgáztatás, eredetiségvizsgálat, autókozmetika a legkedvezőbb feltételekkel. A Suzuki, akkor Suzuki sós. Toyo, japán technológia az utakon. Toyo gumiabroncsok. Forgalmazó, Boot Kft. 4-600-500. Az Ózdi versennyel a Rally Tour bajnokság elérkezett a hatodik futamhoz. Egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy a szervezők lazsálnának, hisz alig, hogy véget ér az egyik verseny, szinte csak annyi időt hagynak a csapatoknak, hogy újra a rajtkész állapotba hozzák a járgányokat, és ismét rajthoz állhatnak a párosok. Az Ózdi futam két szempontból is érdekességet kínált mindazoknak, akik kíváncsiak voltak a versenyre. A tényleges futam előtt ugyanis egy prológot tartottak a városban, amire nagyon sokan voltak kíváncsiak, jelezve ezzel azt, hogy legyen szó első osztályú versenyről, vagy rally túráról, a nézők egyaránt érdeklődnek az autósport iránt. A másik különlegességet az jelentette, hogy egy füst alatt két futamra is sor került, lévén, hogy az a nevében is benne volt, a közös rally nem csak a rally túrásoknak, hanem a junior bajnokságban érdekelteknek is kínált versenyzési lehetőséget. A rally első osztály miskolci futamáról is ismert pályákon az egyes rajtszámmal induló Nice Olá 2-s BMW M3-osát láthatta elsőnek a közönség. A páros azzal érdemelte ki az egyes rajtszámot, hogy vezeti a bajnokságot, mi több a legfőbb bajnok esélyessé lépett elő. Ezen a versenyen azonban be kellett érniük a második helyjel. Jól sikerült a verseny, abszolút másodikok lettünk. A hátsó kerekes autók között a kategóriát azt megnyertük. Igazából jó volt a verseny, nagyon technikásak voltak a pályák. Látszik is, hogy nagyon sokan elestek rajta, de különben nagyon, nagyon jól élveztük az egész versenyt. Igazából hibamentesen teljesítettük a távot, annyi problémánk volt, hogy nem volt az autón ötödikünk. Ennyi hátrányunk volt az egész versenyen, de azt hiszem, hogyha ez is nem lett volna probléma, ez az ötödik sebességi fokozatunk, a első helyet akkor se tudtuk volna megkaparintani, csak kevesebb különbség lett volna. Kevesebb mint 20 másodperces előnnyel, ugyanis Pintér László szerezte meg a győzelmet. Legfőképp a gumik minőségével magyarázta, hogy kétszer is megforgott, és nagyon sokat csúszkált a Mitsubishivel az aszfalton. A Lancer az előző versenyhez képest annyit változott, hogy rövidebb váltóáttételt kapott. Elég sok kalandunk volt, pályák azok szenzációsan jók voltak, tetszettek. Második gyorsasági, illetve negyedik gyorsasági mind a kétszer sikerült megforogni, de így is hoztuk az első helyet. Igazándiból elég sok problémánk volt, mert gumink nem volt, csúszkáltunk folyamatosan, érzésem szerint jó eredménnyel zártuk ezt a versenyt, és végre célba értünk. A szintén H2-es kategóriában érdekelt Szonták Bozsoki 2-s 1 perc hátránnyal ért célba a harmadik helyen, a rallyban azért ritkaság számba menő Mercedes-szel, akik az eddigiek alapján még nem tartoznak a bajnoki összesítés szerint az élbolyba. Egyébként az Ózdi versenyen legfőképp az élmezőnyhöz tartozó csapatokat tizedelte meg valami rejtélyes kór. Hondák, Vancsák, Mitsubishik estek áldozatul a versenynek, no nem annyira, hogy keresztet kellene rájuk vetni, ám a technika ezúttal a bajnokságban eleddig jól szereplők közül sokakat ideje korán a pálya szélére kényszerített. Nem úgy például a kokáért Koltaiékat és Hefleréket, akik megnyerték a kategóriájukat. Most nem voltak a nagy konkurenseink, igazából a Krisztánék kiestek motorhiba miatt, velük szerettünk volna igazából csatázni, meg a múltkor a Péterre, Kovács Petivel mentünk, ő húzott bennünket elég rendesen, hát most ők sajnos nem jött, hát a Krisztán kiesett, a Peti meg nem jött, úgyhogy a ladásokhoz képest azért elég lényegesen előbb voltunk. A H1-ben kerekesék érdemelték ki a győzelmet, no a géposztályban első helyen álló Nemeséknek ezúttal is állt a zászló, csak hogy egy féltengely törés szerte foszlatta a győzelmi esélyeket.
A H1-es mezőny másik favoritja, a Patyi Gál 2 sem tartozott a szerencsések közé az ózdi futamon, mivel egy defekt miatt közel másfél perc hátrányba kerültek, és így végeredményben csak a 8. helyet szerezték meg a géposztályban. Nagyon jól kezdtük a versenyt, ugyanis a bajnokságban pont egyenlőség alakult ki a Nemes Csabival, és ezért nagyon belehúztunk, az első gyorson sikerült 2 másodpercet adnunk neki. Ugyan a másodikon kaptunk tőle hetet, de sajnos a harmadik gyorson kaptunk egy defektet. És ez annyira megpecsételte a sorsunkat, hogy egy másfél perc, 1:40-et sikerült benhagynunk, mindezt úgy, hogy Nemes Csabi kiesett közben. Az abszolút értékelésben az Astrával versenyző Cenéjék kaparintották meg a 6. helyezést, míg a Ladával induló Taimel Tóth páros végzett a 7., a Renault Clio-val rajthozálló Gál Vince 2-s pedig a 8. helyen. Az N2-esek között a vidéki Keresztesi, az A2-es géposztályban a Terjék-Terjék duó, a Trabantosok mezőnyében pedig a bajnokságban vezető Bíró-Bíró 2-s végzett az 1. helyen. Az első gyorsaság, ami nagyon hosszú volt, ez eléggé megszelektált a csapatot, és a 7-ből maradtunk 3-an, innentől már csak a túlélés volt, és hát sikeresen a többi gyorsat is sikerült végigmenni, úgyhogy úgy néz ki, hogy ha sok probléma most már nem adódhat, hogy megvan az első hely. Eddig ez volt idáig a legjobb eredményünk, úgy néz ki, és az autó is, és mi is egész jó teljesítettünk. A pálya nagyon jó volt, mi a szervezéssel nagyon meg voltunk elégedve, megmondom őszintén, a rally túrában idáig ez volt a legjobb szervezés. Sikeresen első helyen végeztünk most, és nem ilyen hibát nem követtünk el a pályán. Az autóval voltak némi gondok, kicsit a váltó vacakolt, meg a edzésen még a karburátorral voltak gondok, de itt a versenyen már nem volt vele gond.